A Siófoki Aréna után a fővárosi új strandfürdőben a Lupabicsen is folytatódhat a bonyhádi strandfocisták már egy évtizede elkezdődött sikersorozata. Az utolsó forduló következik a hétvégén, eddig győzelmet győzelemre halmozó Bonyhád BFC már szinte páholyban érezheti magát a négy közé jutás szempontjából. Ám, mint azt a csapatvezető Bölcsföldi Zoltán a hétközi hazai bonyhádi edzésen megjegyezte, nem érik be ennyivel, újra nagy döntőt szeretnének egy hét múlva játszani, amire már volt, nem is egyszer példa, és ott országos meglepetést okozni ezúttal. A tavaly évre nézünk vissza az elődöntőbe, a rekordbajnok Goldwyn plusszal játszottunk, ugye, és büntetőket kaptunk ki tőlük, holott amíg nálunk saját nevelési fiatalok, ráadásul elég nagy fiataljításon esett át az egyesület az együttes az előző években, amíg nálunk saját nevelésű fiatalok játszottak, addig az ő együttesükbe pedig magyar válogatottak, megerősítve spanyol válogatottakkal, és mégis az elődöntőbe büntetőkkel tudtak minket legyőzni. A komoly tudással rendelkező külföldiekkel teletűzdelt hazai sztárcsapatot, a Goldwynt már egyszer az idén, az első fordulóban legyőzték a bonyhádiak. Úgy szintén az ukrán válogatottakkal felálló Bodon FC-t is. Így bárki ellen esélyesnek tartják magukat a völgységiek, akiknél, és erre nagyon büszkék, csak magyar és csak bonyhádi játékosok szerepelnek. A Goldwyn Mácsa megvertük, és a Gyöngyösbe pedig nem igazán tartom olyan erősnek, mint tavaly. Ezek a fiatalok egyre nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, egyre jobban be fognak érni a felnőtt mezőnybe is. Azt gondolom, hogy merjünk nagyot álmodni, mi a bajnoki címért fogunk utazni a döntőre.